Isten igéje életre kelt, megelevenít, felépít. Tanulmányozz velünk a Bibliát, és növekedj a kegyelemben. Heti Manna. Milyen az Isten fajta hit? Milyen áldozatokban gyönyörködik az Úr? Milyen jeleken, hogy kövessenek, ha az evangéliumot hirdetneted? Erről fogunk ma beszélgetni a Márk evangéliumának befejező részében. Köszöntelek titeket nagy-nagy szeretettel itt a Heti Mannában, ahol az Új Szövetséget együtt olvassuk, és a mai alkalmat is elkezdjük egy imával. Drága mennyi Atyám, köszönjük a te szeretetedet, a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te szerelmeid jobbak a férfiak és az asszonyok szerelménél. Köszönjük, hogy bennünk élsz, hogy lakozást vettél bennünk, és hogy a te sátradat felállítottad bennünk. És imádkozom, Atyám, hogy vigyél minket tovább a te dicsőségedre, hogy befussuk a pályánkat, hogy betöltsük az elhívásunkat, amire rendeltél, és imádkozok, hogy sokaság jöjjön ebbe a folyóba. Egy sokaság térjen meg te hozzád, a te szerelmedhez, a te dicsőségedre. Köszönjük, Uram, hogy szeretsz minket, és hogy elhívtál minket. A Jézus nevében. Amen. Drága testvéreim, vágjunk is bele a Heti Manna adásába. A Márk evangéliumának a végéhez érkeztünk, és a Márk evangéliumának a második felét olvastuk el, a 9-től a 16. fejezetet. Beszéljünk meg egy pár kijelentést belőle, Istennek kegyelméből. Szeretnék egy pár igét megmutatni. Ez a Márk 9.37. Az első, amit meg fogunk nézni. Azt mondja itt az ige, aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott. Ez azt jelenti, kedves testvéreim, a gyermekek, ha befogadod egy gyermeket az Úr nevében, akkor az Urat fogadod be. Ha az Urat fogadod be, befogadod Istent. Ugyanígy, ha befogadod Isten szolgáját, befogadsz egy szolgálattevőt, akkor az Urat fogadod be. Ha az Urat fogadod be, akkor befogadod Istent. És ezért nagyon fontos az, hogy tiszteld. Tiszteld és elfogadd a szellemi atyákat, a pásztorokat. Ne legyen az az illúzió, ne legyen az a csapda az életünkben, hogy Isten szeretjük, de a testvérünkkel, a pásztorunkkal, a vezetőnkkel, a hozzánk rendelt szolgáló testvérrel haragba vagyunk. Ez nem tetszik Istennek, és ez nem Istentől való. És ez nem hoz dicsőséget, és ebben nincs igazunk. Ezért nagyon fontos az, hogy azt mondja a János levelé, az János első levelében az ige, hogy szeretned kell nem csak a szülőt, hanem aki attól született. Nem lehet az, hogy elfogadod a szülőt, azaz Istent, és elutasítod a gyermekét, mert vitád van vele. Azt mondja Jézus Krisztus a János evangéliumában, arról fog megismerni titeket a világ, hogy egymást szeretni fogjátok. Ezért legyetek ti azok, kedves testvéreim, akik egymást szeretjük, és bocsáss meg a te testvérednek, ha kell. Így imádkozom most, érted? És kérlek, hogyha sérelmed, bántásod van a testvérettől, akkor kérlek, csukd be a szemed, és mondd utánom, hogy drága mennyi Atyám, én szeretlek téged, és én elfogadom a te gyermekedet. És megbocsátok minden testvérnek, aki ellenem vétkezett. Elengedem az ő tartozását, és nevezd meg a nevét, és mondd, hogy megbocsátom XY-nak ezt a dolgot, amit csinált. És mondd ki azt, amit csinált veled. És én megbocsátok neki. És szeretem őt. Jézus nevében. Ámen. Ámen, drága testvéreim. Ne féljetek látni az áttörést, amit az életetekbe hozni fog Istennek az igéje. Isten igéjének és a megbocsátásnak a használata. Úgyhogy menjünk is tovább, nézzünk meg néhány további igét. Ez pedig úgy szintén hasonlít erre a követő vers, Márk 9.38, ami így szól. János pedig felelt Jézusnak, mondván,
Mester, látunk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket, és eltiltottuk őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta, ne tiltsátok előtt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Nagyon fontos az, testvérem, hogy attól, hogy egy testvér nem a te gyülekezetedbe jár, vagy nem tartja meg azt a böjtalkalmat, amit te elképzeltél, vagy nem úgy imádkozik, vagy nem vesz részt azon a felekezeti imádságon, amit te gondolsz, hogy fontos, attól Isten nem véletlenül erősíti meg jelekkel, csodákkal az ő szolgálatát. Ezért ne tiltsd el Isten munkáját, hanem hagyd az igazságosan ítélőre. Hagyd, hogy Isten rendezze le azt, ha valaki méltatlanul használja az ő nevét. Te szeresd a testvéreket, és az ellentéteket pedig fedezd el. Az egyet nem értéssel ne foglalkozz. Foglalkozz azzal a dologgal, amiben egyet értetek. Ha kevés, akkor azzal a kevéssel. Halleluja. És még egy nagyon fontos üzenetet mond a Márk evangéliuma nekünk a pokolról. Erről is kell beszélnünk. Menjünk a Márk 9.43-ba. Tehát még mindig ugyanabban a fejezetben vagyunk, mindössze néhány verssel később. Azt mondja az ige, ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt. Jobb neked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel vetetned a gehennára. A megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgük meg nem hal, és a tűzük el nem aluszik. A tűz az ítéletet és a szenvedést jelenti, a féreg pedig a bűntudatot, ahol folyamatosan, ahol a férgük meg nem hal, ahol a bűntudat el nem múlik, és a tűz, az ítélet, a szenvedés el nem múlik. Tudjátok, a pokolban a legrosszabb az, hogy a pokolban a legrosszabb az, hogy nem ér véget soha. Jézus Krisztus lement a pokolba, de mindössze harmadnapra feljött onnan. És azért nagyon fontos ez a dolog, mert például van olyan, aki azzal viccelődik, hogy ó, hát jó lesz majd a pokolban, ott lesznek majd az ördöglányok, és akkor velük együtt fogok bulizni, és milyen jó lesz. Úgyis ott lesznek az én ismerőseim, nem pedig a mennyben. Ez amikor evangelizálsz valaki felé, lehet, hogy így gúnyolódik. Elmondhatod neki, hogy figyelj, elmondhatod neki, hogy válasszon a menny és a pokol között, de a pokolban az a legrosszabb, hogy sosincs vége. És kérdezd meg egy embert, ha szimbolizálni akarod. Figyelj csak, volt már olyan, hogy fájt a fogad? Vagy voltak már ilyen vagy olyan görcseid, vagy bármilyen intenzív fájdalmad? Képzeld el, hogy tudnád, hogy sose ér véget. Tudnád, hogy soha nem ér véget. Nem arról van szó, amikor egy végső stádiumos rákos úgy van vele, hogy hát még néhány napot él és szenved, hanem amikor még tudod, hogy hosszú-hosszú évek, évtizedek vannak hátra, és úgy kéne leélned az életedet mondjuk. Még 30 évet le kéne élned folyamatos olyan fogfájással, hogy alig bírsz ébren lenni. Vagy le kellene élned, de ugye nem csak 30-40 évet, hanem egy örökké valóságot kell a pokolban így élni, csak szemléltetésképpen. Megkérdezheted, elbírnád ezt viselni? Mert az a legrosszabb a pokolban, hogy soha nincs vége. Nincs ott Isten jelenléte, és nincs ennek vége. Úgyhogy erről is beszélnünk kell, mert azt mondja a Júdás apostolnak a levelének a végén, hogy egyeseket pedig rettentéssel mentsünk meg a tűztől. Erről már beszéltünk. Jó. Menjünk tovább. A tizedik fejezet 24. versére. Márk 14:20. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Márk 10:24. Márk 10:24. Azt mondja itt az ige,
A tanítványok pedig álmélkodtak az ő beszédén, Jézusém. De Jézus ismét felelvén mondta nekik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak az Isten országába bemenni. Nagyon fontos dolog az, hogy itt a gazdagságban bízásról van szó, ami azt jelenti, hogy aki a gazdagságban hisz, ez a görög peitho szó, amiből a hit is jön, tehát a gazdaságban bízik, hisz. Ugyanaz a szó van a hitre és a bíze. Itt a gazdaságban bízni, ez ugyanaz a szó, mint a hinni. Azt mondja, hogy mi nehéz azoknak, akik a gazdaságban bíznak és hisznek, attól várják a megoldást, az Isten királyságába bemenni. Mert az Isten királyságában azzal kezdődik, hogy nem a gazdaságban bízol. Ezért rájössz, hogy a probléma nem az, hogy valakinek sok pénze van, vagy kevés, hanem az, hogy miben bízik. Vannak szegény emberek, akik sok pénzben bíznak. Akik azt várják, hogy majd a következő dobás, majd a következő munka, kimegyek külföldre. Volt egy ilyen testvér, mondom neki, figyelj, mondja nekem, hogy hát ki fogok most menni, arra gondolok, megint visszamegyek Ausztriába, és akkor egy év alatt összeszedem a lakásra a pénzt. És mondom, addig itthon hagyod a feleségedet, meg a kisgyerekedet. Egyszer már itthon hagytad. Ti mély dolgokból jöttetek, drogból, egymást megcsaltátok, meg ilyen dolgokból jöttetek ki. És most megint itt hagynád egy évre az asszonyt, meg a kisgyerekedet. Ki gondoskodik róluk? Hogy mi lesz a házasságotokkal? Mi lesz a gyerekeddel való kapcsolattal? És a többi. És elmész? Azért, hogy összeszedj egy házra valót? A szegény ember is képes a gazdaságban bízni, abban, hogy pénzt keres. Hogy a pénz lesz a megoldás. Az anyagi javak a megoldás, az anyagi javak a siker. Ó, majd ha eleget eltettem a nyugdíjra, ó, majd ha van több tízmillió nyugdíjra, van mindenre félretéve pénz, akkor jó lesz. Közben egy illúzió. Mert az emberek erőket megfeszítve gyűjtögetik a pénzt. És Isten királyságára nem tudnak adni. Erre mondja, nehéz az gazdaságban bíznak, az Isten országába bemenni. Miért? Mert ha gazdaságban bízol, nem tudsz Istenben bízni, ez a kettő ellentétes. És vannak gazdagok, akik még többet akarnak kapni. Úgyhogy akkor pedig vannak gazdagok, akiket Isten áldott meg. Mert hűségesek Istenhez, és ezért Isten megáldotta őket. Menjünk a 25-ös versre. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. És azt mondja itt a tűfokán, ez nagyon fontos, hogy megértsétek, hogy mi az, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. A tűfoka egy kapu volt, ami alacsony volt, és amikor már bezárták a kapukat Jeruzsálemben a nap vége felé, és egy-egy teve karaván késve jött, akkor ő már csak a tűfokán tudott bejönni. És a tűfoka az egy alacsony kapu volt, tehát ha a teve meg volt rakva, akkor nem tudott bejönni. Ezért a tevének teljesen le kellett hajolnia, és amit csak lehetett levenni róla, hogy a pupjaival együtt beférjen. Le kellett gyakorlatilag térdennie, meg kellett hajolnia a tevének ahhoz, hogy beférjen a tűfokán, ami egy kapu volt. Ugyanez egy gazdagnak le kell tennie minden gazdagságát, és azt kell mondani, hogy mindez semmi Istenért. Hogy megragadja az Isten királyságát. És Isten megáldja őt, és használhatja azt, ami rá van bízva, de tudja, hogy nem ahhoz ragaszkodik. A szíve állapota micsoda, a szívében meghajlott-e, hogy bemenjen az Isten királyságába? Ez a kérdés. Azok pedig még inkább álmélkodtak, mondván maguk között, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintve mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. És Péter kezdte mondani neki, íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem és az evangéliumért. Aki száz annyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. Mit mond itt az ige? Senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit. Én értem is az evangéliumért, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben. Házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt.
nem véletlenül hagyta ki a feleséget Jézus. Nem kapunk 100 feleséget itt a Földön azért, mert szolgáljuk az Urat. Hanem viszont megáld az Úr. Tamás pásztor életét elég megnézned, aki elhagyta a szülői házat, és elment egy albérletbe. Kirakták őket, és elment egy albérletbe. És Isten az utas sokkal magasabb szintre emelte. Úgy szintén azt mondja, elhagyta a házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvérét, volt, hogy a családja teljesen elutasítottva. Atya, anyja! És kapott, most már az édesapja itt van a királyságban. De kapott imádkozókat, olyanokat, akik apja és anyja lehettek volna korosztály szerint. Olyan imádkozókat, olyan tanítványokat, olyan közbenjárókat, akik az életüket letették, szövetségesek, letették az életüket Tamás pásztorért. És ott vannak velük. Kapott házakat, azt mondja, gyermekeket és szántóföldet, kapott gyermekeket. Fizikailag 2 gyermeke van, de rengeteg szellemi gyermeke van, akiben örömét leli, úgy szintén, akár csak a fizikai gyermekeiben. És mindent megkapott. A szántóföld pedig, tudjátok, mit jelent? Vállalkozás. Ha elhagyod a vállalkozásodat az Úrért, akkor az Úr fog adni olyan vállalkozást, ami sokkal sikeresebb lesz, mert tőle van, és ő áldja meg. A lényeg az, hogy te mindent a halálba adsz, és onnan megnyered, amit Isten elkészített a számodra. Mindenről lemondasz, és ami az Úrtól van, azt ő úgyis visszaadja neked. Csak mivel már az Úrnak adtad, és az Úr adja vissza, ezért a feltámadás ereje lesz rajta. Halhatatlan erő. Ez a siker kulcsa. Míg ha te akarod megtartani, akkor a te emberi erőddel próbálkozol, és nem lesz ellenálló az ördög munkájának. Nem fog kitartani. Menjünk a Márk 12-be. Azt mondja az ige, akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta, és tudván, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle. Melyik az első minden parancsolatok között? Márk 12:29. Jézus pedig felelt neki, minden parancsolatok között az első. Halljad, Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. Nagyon érdekes az, menjünk tovább. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondta neki az írástudó. Jól van, mester, igazán mondtad, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Úgy kezdtem a mai alkalmat, hogy tudod, mi a legnagyobb áldozat Isten számára? A legkedvesebb áldozat? A szeretet. A szeretet áldozatban gyönyörködik az Úr, amikor szereted az őt, és szereted a másikat. Amikor a szeretet motivál. Nem is az a lényeg elsősorban, hogy mit teszel, hanem hogy milyen motivációval teszed, drága testvérem. És azt mondja az ige, szeressed az Urat azért az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És itt egy nagyon fontos dolog az, amire hivatkozik ez egy ószövetségi igere hivatkozik itt Jézus Krisztus. A mózesi törvényben van megírva, hogy szeresd azért az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből és teljes erődből. A teljes elmédből nincs ott. Itt viszont ott van. Tehát ez megmagyarázza, hogy mit jelent az, hogy teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőből szeretni az Urat. Azt jelenti a teljes erőből, hogy a teljes elmédből. A szíved, a lelked és az elméd is legyen benne a szeretetben. Kell a szívedből szeretni az Urat, hogy a szíved közepe legyen, hogy a szíved motivációja az, hogy Istennek tetszél, hogy Istennek örömet okozza, hogy Isten gyönyörködjön benned. Kell, hogy a tudatodat, a lelkedet, az értelmedet, érzelmedet, akaratodat ez mozgassa. Hogy Isten nem csak a szíveddel, a lelkeddel is, hogy Istennek tetszél, hogy Isten gyönyörködjön benned, és kell,
kell, hogy az elméddel is így legyél. Azaz kell, hogy tudatosan ezen. Az elme azt jelenti, hogy gondolkozásmód, érzület, érzelem, szándék, terv. Kell, hogy a szándékaidban, a terveidben az Isten szeretete nyilvánuljon meg. A gondolkozásmódodban kialakuljon egy olyan gondolkozásmód, ami Isten szeretetéről szól. Ezt jelenti a teljes szívedből, a szívedet hogyan szánod oda az Úrnak? Eldöntöd, hogy oda szánod. Azt mondod, Uram, tiéd a szívem. Vezess engem. Itt van az én szívem, neked ajánlom, és vezess engem te, a te dicsőségedre. A Jézus nevében. Ámen. Jó? Az én szívem, Uram, a tiéd. Te vagy az én szívem királya. Ezeket mondhatjátok nyugodtan. Az én szívem a tiéd, Uram. Te vagy az én szívem királya. Teljes szívemből, teljes lelkemből és teljes elmémből szeretlek téged. Halleluja. És azt mondja, a második parancsolat hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Aztán azt mondja, ugye valaki azt mondja, de én nem szeretem magam. Hát annak üzenem, hogy Jézus új parancsolatot adott a János 13:34-ben, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És mivel Jézus önzetlen szeretettel, önfeláldozóan szeret téged, ezért neked is így kell szeretned a testvéredet. Tehát ha azt mondanád, hogy te magadat se szereted, és ilyen módon kezeled ezt az igét, az ebben a szituációban nem nyert, ugyanis mindenképpen, mindegy, hogy most hogy érzel magad iránt. Lehet, hogy éppen utálod magad. Lehet, hogy olyan hibákat követtél el, vagy vádolt téged az ördög, gondolatokat az ördög, vagy a saját lelkiismereted vádol, vagy mások bántanak, vagy semminek nem tartod magad. De nem ez a lényeg, hanem szeresd a másikat, mert amíg szeretetben vagy, addig Istenben maradsz. Nem az eredményeid számítanak, hanem a szereteted. Jó. Jó, és még beszéljünk az Istenfajta hitről, jó? Már beszéltünk arról, hogy milyen áldozatokban gyönyörködik az Úr, a szeretet áldozatáról. Arról is beszélünk majd, hogy milyen jelek kell, hogy kövessenek, és milyen az Istenfajta hit. Menjünk a Márk 11:22-be. 11:22. Azt mondja itt Jézus, hogy legyen hitetek Istenben. És itt a legyen hitetek Istenben, ez egy nem jó fordítás. Azt mondja itt az ige, hogy legyen Isten fajta hitetek. Vagyis olyan fajta hit, amilyennel Isten is bír. Ez azért fontos, mert nem csak Istenben kell hinnünk, hanem olyan hitekkel rendelkezünk, ami Istennek van. Azt mondja a 23-as vers. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorj el a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Tehát vedd észre, hogy itt nem imádságról van szó, nem kérő, kérelmező imádságról, hanem ez egy megvallás, ez egy parancsolás. Kelj fel és ugorj el, és azt mondja, nézd meg Jézust, azt mondja, hanem hiszi, hogy amit mond. Nem hiszi Istent, azon már túl vagyunk, réges-rég, persze hiszük Istent, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik.
Látod, tehát itt nem azt mondja a 22-es vers, hogy legyen hitetek Istenben, legyen Istenfajta hitetek. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Szuper! Miért fontos ez? Azért fontos ez, na nézzük akkor, hogyan működik az Istenfajta hit. Az első jellemzője, nézzük ezt a 23-as verset, az az, hogy kezdődik. Mert ha valaki azt mondja ennek a hegynek, tehát ki kell mondani. A másik, mit mond? Kelj fel! Konkrét dolog, hogy mi történjen meg. De bocsánat, kezdjük előről. Ki mondja ennek a hegynek, tehát ki kell mondani, meg kell szólítani az illetőt, amivel történnie kell valaminek. Szólnod kell, testem, megszólítottad. Legyél egészséges, ez konkrétum. Az, hogy hegy, kelj fel és ugorj a tengerbe, ez is konkrétum. Az Istenfajta hit működése, kimondod, megszólítod az alanyt, megmondod, hogy mit csináljon, és a szívedben nem kételkedsz, hanem hiszed. Mit jelent a szívbeli kételkedés? Ezt nehéz megfogni, és a szívbeli kételkedés az mélyebb, mint az elmebeli. Tehát az azt jelenti, hogy ha elmebeli kételkedésed van, megtörténhet, de a szívbeli akkor nem. A szívbeli kételkedés igazán úgy múlik el, amikor gyakorlod Isten igéjét, és amikor közösségben vagy Istennel. Tehát, hogyha te most tértél meg, friss megtérő vagy, és egyből parancsolsz a lábadnak, és nem gyógyult meg, akkor lehet, hogy akkor a szívedben kételkedsz. Ezért fontos az, hogy ahogy közösségben vagy Istennel, meg fogsz erősödni. Tehát ne restülj meg a megvallásokban. Tedd a megvallásokat, és ahogy megerősödsz az Úrban, úgy meg fog történni, amit mondasz. Azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. Ezt a hozzáállást várja el Isten. Ahogy tanulmányozzuk az igét, tehát ahogy az emberek elindulnak a tapasztalat ösvényén, azt gondolják, hogy Isten nem akarja megválaszolni az imáikat, vagy nem mindent, de minél jobban tanulmányozom az igét, annál jobban rájövök, hogy ahogy szinkronba kerülök Istennel, arra vagyok rendelve, hogy 100%-os ima meghallgatásom legyen. Kedvesem, arra vagy rendelve, hogy 100%-os ima meghallgatásod legyen. Nem 50, nem 60, nem 30, nem 95, hanem 100%-os. Ehhez fontos közösségben lenned az Atyával. 100% ima meghallgatás, ez a tiéd. 100%. És tanulmányozd a Márk 11:23-at, az Istenfajta hitet. Kimondani, megszólítani azt, amivel történnie kell, és meg kell mondani, hogy mit csináljon. Hé, te láb, gyógyulj meg! Démon, elengeded a családomat. Ez Istenfajta hit. Erre ugranak a hegyek a tengerbe. És még beszélnünk kell a jelekről. Márk 16:15. Elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, az eredetében démonokat. Új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Tehát ami nagyon fontos, testvérem, menjünk tovább, 19-es versre. Az Úr ezért, minek utána szólott volna nekik, felvitetett a mennybe, és ült az Istenek jobbján. Következő. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkált velük, megerősítette az igét a jelek által, amelyek követték. Tehát azt mondja az ige, hogy megerősítette jelek által a prédikált igét.
Na, milyen jelek által itt vennek, menjünk vissza a 17-es versbe, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek. Démonűzés. Új nyelveken szólnak. A Szent Szellem általi nyelveken szólás. Kéronamala szundarabala kantiribé, lebro tranamala szintroglana mantrik lézsodó krónemala prando zondes. Ez nem az ákeresztény szekták elmegyógyintézetéből származó nyelv, hanem a Szent Szellem általi szent nyelv. És szentebb nyelv, mint a drága, ékes magyar, vagy angol, vagy latin, vagy görög, vagy zsidó, vagy akármilyen nyelv. Ezért, ha már arról beszélünk, hogy ki mennyire szól tisztán, akkor te, drága testvérem, ne röhögjön nyelveken szólókon, mert a nyelveken szólás a legtisztább nyelv, mert az Úrtól van. És a magyar nyelv, meg a többi nyelv, azzal, képzeld el, szoktak drágárul beszélni, az Istent káromolni, gyűlölködni és átkozni is. Úgyhogy kezdjük előről. Démonűzés, nyelveken szólás, 18-as vers. Kígyókat vesznek föl. Mit jelent ez? Kígyókat veszel föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik. Tehát ha halálos dolog ér, nem halsz meg. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. A betegek meggyógyítása. És tudod, mi a megdöbbentő? Hogy még nem is azt mondja, hogy imádkoznak a betegekért, hanem csak ráteszik a kezüket, és meggyógyulnak. Ez vár rád, testvérem. Ráteszed, látlak téged, hogy ráteszed a kezedet másokra, és azok meggyógyulnak. Látlak. Ráteszed a kezedet másokra, és azok meggyógyulnak. Ráteszed a kezedet másokra, és azok meggyógyulnak. Isten kegyelméből ilyen dolgok vannak. Így működik. Glandre bledo crousenam aprandus. Ez az Isten törende gyülekezet. Démonűzés, nyelveken szólás, az, hogy nem halnak meg, amitől mások meghalnak, és a betegek meggyógyítása. Ez a jele a Szent Szelleme teljes gyülekezetnek. Azt mondta Gerd pásztor, ilyen gyülekezetbe menjél. Ha ilyen gyülekezetbe vagy, akkor ne félj élettől, a gyülekezettől jó helyen vagy. Ha viszont nem, akkor menjél ilyenbe. A vallásos gyülekezetbe vagy, ahol prédikálnak, és naphosszat beszélnek, meg énekelnek latinul, meg minden nyelv, meg magyarul, meg tök mindegy milyen nyelven, de semmilyen megnyilvánulása nincs a Szent Szemnek, onnan menj el, csak az idődet pazarlod, csak fásultá válsz tőle. Úgyhogy téged ezek a jelek fognak követni. Démonokat fogsz űzni. Halottakat fogsz támasztani. Nyelveken szólsz, és megszabadulnak. Az ellenség meg akar, bántani akar, és nem fog sikerülni. Hidd el, hogyha prédikálni fogod az evangéliumot, ne félj attól, hogy valakihez közel mentem, prédikáltam, rám lehet, covidos leszek, meghalok. Nem. El sem megyek, nem is szólok emberekhez, nehogy meghalljak. De ahogy is, testvérem, nem erről van szó. Már rég nem erről van szó. Meg kell változtatnod a gondolkozásmódot. Miben hiszel? A hatóságok véleményében? Senki által nem ismert, nem tudjuk honnan közölt orvosi eredményekben, statisztikákban, szakemberekben? Ne érts félre, helye van a szakembereknek. De azt kell tudnod, hogy vannak emberek, akik céllal és manipulációval mondanak dolgokat. Mint ahogy van helyes orvos, aki jót akar, van olyan orvos, aki manipulálni akar. Mint ahogy van olyan, aki előállít egy gyógyteát helyes céllal, és valaki okkult mágiát helyez rá. És ugyanúgy van, aki olyan gyógyszert állít elő, amitől függővé válik a szervezet. Elmúlik a tünet, csak a gyógyszer függővé válik az élet, ember. És nem tudja többet letenni. És folyamatosan költi a gyógyszerre a pénzt. Ne dőlj be másnak, hanem dőlj be az Isten igényének. Hallgass arra. Legyél bölcs. Nem beszélek a tudomány ellen. Nem beszélek az orvoslás ellen. Nem beszélek egy csomó minden ellen. Viszont tudnod kell, hogy mivel az ember mindenben ott van, ezért mindenben ott van a bukás és a bűn és a rossz dolgok. Ezért Istenhez kell ragaszkodni. Az Isten, egy istenfélő orvostól ne féljél. Egy istenfélő tudóstól ne féljél. Egy istentelen tudós, egy istentelen orvos, egy istentelen szakember, akármit mond, annak rossz vége lesz. Akármennyire szépnek tűnik, amit mond. Ezt tudnod kell. És azt mondja az ige,
hogy betegekre vetik kezéket és meggyógyulnak. Készülj fel rá, testvérem, hogy ez fog követni. Ez nem csak a kiválasztottaké. Ez nem a gyógyítások ajándékai, amely egyeseknek adatott meg. Ez így van. Létezik a gyógyítás, mint jel, ami itt le van írva. Betegekre teszed kezed és meggyógyulnak. Nem azt mondta, hogy minden betegségből mindenki meggyógyul, mert fontos az is, hogy a másik hisze, de fognak téged ilyen jelek követni. Talán nem mindenki gyógyul meg, de ez ne szegi a kedvedet. Gyakorold. Ne gondolj arra, hogy megszégyenülsz. Amikor prédikálod az evangéliumot, meg fog történni. Lehet, hogy nem te fogod a gyógyító alkalmat szervezni, de az is lehet, hogy azt fogod. Te prédikálni fogsz, és ezek fognak követni. Úgyhogy szeretlek titeket, drága testvéreim, holnap pedig egy újabb könyvvel kezdünk, amire várlak titeket szeretettel. Legyen egy fantasztikus napotok. Holnap 10 órától találkozunk Isten tiszteleten, személyesen Miskolcon, vagy a képernyők előtt a Facebookon és YouTube-on, és holnap ugyanekkor ugyanitt találkozunk a Heti Manna következő adásával, ahol egy újabb könyvet elkezdünk együtt olvasni. Legyetek áldottak, az Úr Jézus áldjon meg titeket. Isten igéje életre kelt, megelevenít, felépít. Tanulmányozd velünk a Bibliát, és növekedj a kegyelemben. Heti Manna.